Jó estét, urak, hölgyek! A maflás ma esti vendége, hát olyan jó az, amikor valaki más mutatkozik be, kicsoda, micsoda, név, keresztnév, foglalkozás, egyebek. Hogy tegyem meg ezt én? Nyári Krisztián vagyok, és attól függően van a neve mögé írva valami, hogy éppen hol vagyok, mint mindenkinek. Hát most itt a te vendéged vagyok az iskolában, amikor szülői értekezleten voltam utoljára, akkor nyári apuka, egyébként könyvkiadóban dolgozom, ott mindenféle pozíciók vannak a nevem mögött, attól, hogy éppen mikor. Író vagyok, mert az író, akit meghívnak íróvasó találkozóra, valaha voltam irodalomtörténész, meg kommunikációs szakember, hát ilyesmi. Mi a te hitvallásod? Nincs tételes hitvallásom. Nincs. Szabadság, azt hiszem, hogyha nagyon röviden. Szabadság. Mikor szabad egy egyén manapság? Nem tudom, ezen úgy nem gondolkodtam, hogy tudnám-e definiálni. Azt tudom, hogy én törekszem rá. Van köze nyilván a függetlenséghez, meg ahhoz, hogy eldöntheted, hogy nagyjából 60-70%-ban, hogy mivel akarsz foglalkozni, eldöntheted, hogy mitől akarsz független lenni. Nyilván a világtól nem lehet függetlennek lenni, de minél több dologtól érdemes. Félelmeidtől hogyan függetleníted el magad, vagy hogyan oldod meg őket? Hát, vannak egyáltalán? Nyilván mindenkinek vannak félelmei, de nem szoktam olyan mértékig reflektálni magamra, hogy ezeket úgy föl tudjam sorolni. Talán nem is akarom. Nyilván mindenkinek vannak félelmei. Nem tudom, hogy kell-e az embernek a félelmeitől függetleníteni magát. Nem úgy függetleníteni, hanem akár megfogalmazni és megoldani. Ja, igen, hogyha éppen van egy akut félnivalóm, akkor persze meg tudom fogalmazni, és akkor keressem az utakat, hogy hogyan tudom a helyzetet leküzdeni. Hát, és akkor vagy elmúlik a félelem, vagy nem. Tehát a félelem önmagában szerintem az egy tünet, egy helyzetnek a tünete, gondolom én nem értek hozzá. Egyszer hallottam... Ha nincs tárgya, akkor valószínűleg az a szorongás, és akkor baj van. Igen, igen, de egyszer hallottam valami olyasmit, hogy... A félelem az egyenértékű azzal, hogy valaki bemegy a sötét szobába, keresi a fekete macskát, miközben tudja, hogy nincs is benn. Akkor én akkor megyek bekeresni, ha sejtem, hogy ott van. Legfeljebb koppanok, és kiderül, hogy nincs. Aha. Hogy érzed magad a bőrödben? Hát egy 10-es skálán 8. Tehát jól, alapvetően jól szoktam magam érezni. Mi hiányzik, hogy 10-es legyen? Nem tudom, hogy van-e 10-es. Hát az emberen van egy csomó felelősség, van egy csomó olyan dolog, amit nem akar csinálni, de ezek nekem apró dolgok, tehát igazából bosszantó dolgok vannak, mint mindenkinek. Éppen 10-es is lehetne, mai hangulatom szerint inkább azt mondanám, hogy 8-as, dugóban álltam másfél órát, szívesebben lennék egy hegytetőn, meg mit tudom én, de hát ez alapvetően én elégedetnek tartom magam. Hogyha például a hitvallásod olyan, mint mondtad, hogy nincs definiálva, akkor mi a célod azzal, hogy író vagy? Mit szeretnél ezzel elérni? Az én esetemben ez szerintem egy elég önző dolog. Vannak, szeretem elmondani, és az a szerencsém, hogy vannak, akik odafigyelnek rá. Nincsen vele, hogy mondjam, valami nagy világjobbító tervem. Ez egy örömforrás a számomra, tehát hedonizmus, vehettem volna egy piros autót is, hogyha az okoz örömet. Tehát akkor az írás neked örömet okoz? Igen, nem mindig. Tehát, hogy azért ez egy munka, és a munka nem mindig okoz örömet, és van, amikor utálom, hogy ott kell éppen ülnöm egy számítógép előtt, vagy egy könyvtárba, de összességében, ha az egész folyamatot nézem, akkor igen. Az okoz örömet, hogy kitalálok egy történetet, összeáll a fejemben, az a jutalom,
amikor leírom, akkor az már a munka, tehát az, az olyan, mint hogyha nem tudom, én reszelnék valamit, vagy cipőfelső részt készítenék, de hát az hozzá tartozik. Meg persze szeretem, hogyha elolvassák, és pozitív visszajelzéseket kapok, hiszen aki ír, az általában ezt szokta szeretni. De nekem maga a rátalálás. Ugye én nem szépíró vagyok, tehát nem kitalálok teljesen a fantáziámra bízva történeteket, bár olyan valószínűleg egyáltalán nincs, hanem életrajzokat írok, vagy kultúrtörténeti jellegű dolgokat, tehát tényalapú, és én szeretem, azt például nagyon szeretem megismerni a tényeket, adatokat, dokumentumokat, ráismerni dolgokra. Nekem ez benne a jutalom, a többi meg a munka része, de persze igen, szeretem, most Kolozsváról jövök egy könyvbemutatóról, és szeretem, ha sok ember kíváncsi rá, és akkor ott vannak, és kérdéseket tesznek föl, persze. Önmagadról könnyedén beszélsz? Egyáltalán nem. Zárkózott ember vagy? Azt hiszem, hogy igen. Pontosabban én könnyen barátkozó ember vagyok, de nem ugyan Isten igazából nem nyílok meg nagyon mélyen. Sok, van sok barátom, de olyan nagyon kevés van, aki mindent tud rólam. Persze nincs olyan, aki minden, de aki olyan igazán mély dolgokat tud. Tehát, hogy nem, ezért nagyon sokan vannak, akikkel megismerkedek, és még nem a barátaim, és azt gondolják, hogy nagyképű vagyok, ami valószínűleg azért van, mert nem, ő már jobban barátkozna, én meg még nem. Nagyképűség az a takarózásnak az egyik módja, nem? Hát, biztos. Mutatsz biztos, valamilyen biztos, egy adott ne, arcot. Meg az is benne, bár törekszem rá, hogy ez ne legyen így, csak mégis tudom, hogy néha így van, meg plusz, de az már, mondjam, inkább egy ilyen mellékes, hogy nekem lényegében nincs arcmemóriám, de már papírom is van róla, hogy asszociatív prozopagnóziában szenvedek, és ez egyre szorongással jár, vagy ilyen kínos érzéssel, mert tudom, hogy ismernem kéne, vagy felismernem kéne az illetőt, de hát egyáltalán nem tudom felismerni, és akkor az ember inkább olyan morózusan viselkedik, hogy elkerülje a beszélgetést arról, amit neki tudnia kéne, és közben de nem mondod azt, hogy... Egyre többször mondom, és egyébként segít. Csak eltelt 20 év, amikor nem mondtam, és inkább kínba voltam, de most már tudom mondani, hogy ne haragudj, tehát nem tudom, hogy ki vagy, és akkor az inkább, az nagyon kínos az első pillanatban, mert azt mondja, hogy de hát fél évig egymás mellett ültünk, nem tudom hol, vagy valami ilyet mond, és akkor hát elmondom, hogy sajnos nekem nincs arcmemóriám. De valószínűleg ezért van az a cserébe, hogy történeteket meg tudok jegyezni. Mit gondolsz, hogy miért alakul ki az zárkozottság egy emberben, mivel ebből a szempontból ugyanolyan vagy, mint a magyar emberek döntő többsége, akik általában könnyedén jól tudnak beszélni sok mindenről, de saját magukról nagyon nehezen. Nem tudom, mi az oka. Bizalmatlanság jele? Nem, én például egyáltalán nem vagyok bizalmatlan. Azt hiszem, hogy én, sőt, nekem az a visszajelzés, hogy én túlságosan megbízom mindenkiben. Tehát van bennem egy ilyen antropológiai optimizmus, mindenkihez úgy fordulok oda, hogy ő pozitívan viszonyul hozzám, és akkor néha kiderül persze, hogy nem. Nem tudom, hát én azt gondolom, hogy elmondani magadról, legbelsőbb dolgokat egy olyan embernek, akit Isten igazából nem ismersz, az olyan, nem is tudom, milyenre a jó szó. Tehát, hogy ez nagyanyám azt mondta volna, hogy nem illik, de ez nem egy ilyen, hogy mondjam, udvariasság érzé, hanem, hogy nem tartunk ott, hogy én rábízzak olyan dolgokat. Ki tudja, hogy érdekli-e, hogy akarja-e. Én nekem ezzel nincsen bajom. De tehát nekem érzed. Igen, értem, de nekem ezzel nincsen bajom. Tehát, hogy szerintem az nem baj, hogyha az ember megtartja magának önmagát. Ha igényem lenne rá, hogy most több emberrel megosszam a belső, akár a gondjaimat, akár az örömeimet, akkor talán megtenném, de én megtalálom azt a néhányat, akivel ezt megosztom, és nekem elég. Kifejezetten szeretek nagy társaságban lenni, szeretek beszélgetni, tehát nem érzem, hogy úgy lennék zárkózott, hogy valami mizantróp lennék, egyszerűen igazán mély kapcsolatokat, és hogy nehezen, nem lassan, az a jó szó, lassan alakítok ki. És
gondolom minden ember életében vannak feszültségek, traumák, egyebek, hogy végül is ismert embernek mondhatod magad, hogy hogyha bajba kerülsz, akkor könnyedén kérsz segítséget? A kis bajba akkor nem, akkor nagyon nehezen, ha nagy bajba akkor igen. Tehát, hogy van egy csomó apró, nem tudom, nyilván, hogyha most hirtelen egy nagy összeget mondjuk elő kéne teremtenem, és nem tudnék, akkor nehezen kérnék. De ha nagyon sok minden múlna rajta, akkor igen, és tudnám, hogy kihez kell fordulni. Vagy, de bármi hasonlóban. Amikor nagyon nehéz helyzetben voltam életemben, akkor tudtam kihez fordulni, és akkor tudtam is. Mindig kell egy levegőt vennem, de a gyerekeim röhögni szoktak, mert én nem szívesen megyek oda a, nem tudom én, a kulcsmásolóhoz, hogy másolja le a kulcsot, mert utálok én a menni egy idegenhez, de hát az élethez ez hozzátartozik. De tudom, tehát, hogy amikor igazán szükségem van arra, hogy kérjek valamit, akkor tudok. Pszichológusnál voltál már? Voltam, persze. Sőt, az egész családom pszichológus, de... Voltam. És ez miért mentél el hozzá? Hát ez akkor több ilyen alkalom volt az életemben. Először akkor voltam, amikor a feleségem beteg lett, és akkor ketten voltunk pszichológusnál, aztán pedig, amikor meghalt, akkor meg egyedül. Aztán voltam a gyerekeimmel is. Tehát ugye nehéz élethelyzetekben. Segített? Igen, azt hiszem, hogy igen. Most ugye, hogy visszagondolok, voltam még 4 különböző embernél, és mondjuk legalább 3 igen. Mit segít a pszichológus például? Vagy neked mit segített? Miben segített? Hát talán abban, amiről beszéltünk, hogy nem szeretem a gondjaimmal terhelni az általam nem jól ismert embereket, de ha valakinek azért fizetek, hogy ezt megtegyem, akkor az egy könnyebbség. Tehát akkor ez egy olyan szituáció, és most nem csak a fizetés, hanem ő azért van ott, hogy segítséget kérjek tőle, vagy meghallgasson, és nem azért, hogy most barátkozzunk, és megterheljen valamivel. Hát ebben. De hát ezzel az erővel elmehetél, nagyon sokan azt mondják, hogy elmegyek a haveromhoz, kidumálom. Olyan is van, persze. A bajomat, együtt legalább berúgunk, legalább még jól is persze, de tanácsot magunkat. Is kértem tőle, meg tehát, hogy úgy mentem oda, mint egy szakemberhez, nyilvánvalóan. Olyan nagyon nehéz élethelyzetekben voltam, ami bennem volt megoldásom. Vagy voltak ötleteim, de nem tudtam, hogy az jó-e, és hát akkor az ember inkább kérdezi meg egy pszichológustól, aki már látott ilyet, mint a haverjától, aki ugyanúgy nem látott. Remélem, hogy elnémítottam a telefont, elnémítottam. Repülős üzemmódon van, és mégis jelez. Bocsánat. Az jutott eszembe, hogy nehéz élethelyzetekben, akár a feleséged kapcsán, hogy megszenvedtél abban, hogy elengedd őt? Persze, hát nem, nyilvánvalóan, azt nem tudom, hogy ennek hogy milyen egyéb utak vannak, mint az egyéb. Azt hiszem, hogy sikerült elengednem úgy, hogy azt tudom, hogy ez az egész helyzet, az ő öröksége, hogy együtt töltöttünk majdnem 30 évet, az mindig végigkíséri az életemet. És amikor ezzel úgy tisztába lettem, az tulajdonképpen maga az elengedés volt. Tehát, hogy gyakran gondolok rá, szoktunk róla beszélni, része az életemnek. És ez tulajdonképpen talán ez az elengedés. Az én fejemben az elengedés az egyenértékű a búcsúval. A búcsú megvolt. Én szerintem az megvolt. Sok rossz oldala volt az ő betegségének. Ez egy gyors lefolyású fél év alatt történő betegség volt. Rák, gondolom. Igen, egy agydaganat, aminek lehetett tudni a mindenféle stációit és a végét is. De attól, hogy ez belátható volt az elején, hogy ez maximum egy év, ettől a búcsúnak a lépései is megtörténhettek, meg beláthatóak voltak. Tehát valószínűleg nagyon sok rossz dolog volt ebben, mert végig kellett nézni az ő lassú haldoklását, de hogyha elütötte volna egy autó, az rosszabb lett volna, mert akkor ez nincs, mert nem tudunk elköszönni egymástól.
meg tehát egy csomó minden az lezáródott. Mennyire hiszel abban, hogy bizonyos betegségek nem keletkeznek véletlenül? Azt gondolom, hogy ez így van, de nem gondolom, hogy minden pszichoszomatikus lenne, vannak szomatopszichikus betegségek, tehát fordítva is történhet ez, nem, meg valószínűleg vannak hajlamok. Tehát, hogy valaki, aki egy nehéz lélektani helyzetben van, könnyebben megbetegszik, de nyilvánvaló a depresszió az az immunrendszert is tönkreteszi, de nem mindegy, hogy miben, miben van, mire van hajlama. A feleségednek elmondták, hogy max. Egy éve van? Mert azt mondták, hogy max. 3, de azért mind a ketten tudtuk, hogy az a legritkább eset. Tehát az egy év van ennek az átlaga. Te beszéltél vele erről, hogy max. Egy év? Persze. Mit mondott, mikor fogadta el, hogy meg fog halni? Azt hiszem, hogy hát volt, hogy elfogadta, volt, hogy nem, dühös volt. Miért? Hát mert nem így gondolta. De tehát, ez az ego kiabálása, nem? Nem, ő szeretett élni, és úgy gondolta, hogy van dolga, azt gondolta, hogy miért pont ő, én is ezt gondolnám valószínűleg, ha velem történne, és nincs is rá magyarázat. Úgyhogy szóval nem, az ő esetében nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ez valami volt egy lelki ok, és akkor ez törvényszerűen következett belőle. Hát, tudod, mi az érdekesebben a betegségben? Mi neki volt? Semmilyen statisztikai összefüggés nem tudnak az orvosok. Te mondtad a tüdőbetegség, vagy a tüdőrák, hogy dohányoztál, és akkor ott van egy korreláció. A leggyakoribb ez a fajta agydaganat Dániában, ahol a legboldogabbak az emberek a világon. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ez mitől jött. Ők fogalmazták meg a hüggét, ugye? Ez a oldott, laza élet. Hát ez valahogy mérik a boldogságot, hogyha lehet, de hogy nem az van, hogy ez például tipikusan nem egy depresszióval összefüggő betegség volt. De nem, minden esetre nem tudom a magyarázatát. Hát amit akikkel én eddig találkoztam, és esetleg ilyen problémájuk volt, én azt vettem észre, hogy nagyon sok olyan élethelyzetben is feleslegesen intellektualizáltak, amikor nem kellett volna. Ja, persze. Én is így vagyok ezzel. Nem. Tehát magyarul okoskodtak, racionalizáltak, de nem cselekedtek. Annak szinkronicitásában, amennyit agyaltak. Nem tudom, hogy a feleséged ilyen volt-e? Nem. Szerint... Egy racionális, vagy inkább egy érzelmi beállítottság? Inkább egy érzelmi beállítottság. Inkább egy érzelmi. De egy nyitott, vagy egy hallgatag ember volt? Ő sokkal nyitottabb volt nálam. Tehát ő mély baráti kapcsolatokkal és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezett. Tehát visszatérve megtudta, bocsánat, mert végül is ez az egész, amit csinálunk, ez egy útmutatás, mert feltehetőleg mások is, akár a hozzátartozóikkal szemben ezt átélik, hogy végzetes betegségben küszködnek, hogy az elfogadás az kulcsfontosságú szerintem ilyenkor mind a két fél részéről. Nem csak az illető, hanem a hozzátartozó részéről is, mert az elfogadás során, vagy után, vagy alatt tudnak egymással olyan kommunikációt kialakítani, amely ahhoz fontos, hogy ne legyen utána annak az embernek bűntudata, aki itt marad. Igen, azt hiszem, hogy ez nekünk sikerült azzal a nehézséggel, hogy ez olyan betegség volt, amikor néha egyet nem tudott kommunikálni. Tehát nem tudott beszélni, aztán néha az visszajött. Tehát, hogy ez nem volt olyan nagyon egyszerű, de azt hiszem, hogy ez... Mit tanultál te ebből? Szerintem valahogy máshova került az inger küszöböm, azt hiszem. Tehát, hogy én korábban sem voltam egy különösebben szangvinikus alkat. De
lényegében semmi nem idegesítem föl magam. Tehát, hogy azt úgy megtanultam, hogy vannak fontos dolgok, vannak nagy veszteségek, ez egy kicsi munkahelyi, vagy akármilyen ügyön, amin egyébként előzőleg azért tudtam idegeskedni, azon egyáltalán nem. Hogy ez egy tanulás-e, vagy egy tapasztalat, vagy egyszerűen így jártam, ezt nem tudom, de ez biztos, hogy ez egy változás. Tehát megváltoztál bizonyos dolgokon, nem idegeskedsz. Nem is jó, nem feltétlenül jó szó az idegeskedés, hanem... Nem vagy feszült. Hanem elfogadom a helyzetet, hogy vagy, ha úgy van, akkor úgy van. Tehát, hogy nem... Ami, rájövök dolgoknál, hogy nem múlik rajta semmi. Tehát most benne vagy egy szituációban, nagyon dolgozol valamit, nagyon akarsz valamit, akár egy magándolog, akár munka, és visszatekintve, hogy ez most fontos volt neked 10 éve, ma már röhögsz. De amikor benne vagy, akkor nagyon fontos. Most talán annyit változtam, amikor benne vagyok, akkor is rájövök, hogy ez annyit nem ér, mint amennyit most itten kepeszkedni kéne érte. A gyerekeid hogyan tudsz nekik segíteni? Mert azért egy anyát elveszíteni, ez elég húzós dolog. Hát ne, ebben nem gondolom, hogy olyan tökéletes lenne, amit nyújtani tudok, törekszem rá, hogy nagyot ne hibázzak, de szóval, ugye egyszerre kamasznak lenni, egyszerre elveszíteni egy édesanyát, az baromi nehéz. Az. És nyilván hibáztam is egy csomót, de hát az például biztos, hogy föl kellett ismernem, az elején ugye mindent akartam csinálni egyszerre, és aztán ezt el kell fogadni, hogy hát az anyjuk nem lehetek. Nem. Meg hogy mindent nem lehet, tehát hogy nem lehet 26 órát csinálni 24-ből. És így nyilván egy csomó mindent nem kaptak meg, amit két szülőtől megkapnának, de hát ez megtörténik azokkal, akiknek csak úgy simán elváltak a szülei. Nem tudom, hát ugye bizonyos helyzetekben nagyon bénán kommunikálok, azt is tudom, mert még arról van sejtésem, hogy egy kamasz fiúval hogy kell kommunikálni, mert nagyjából visszaemlékszem. Tehát egy lányjal az nagyon nehéz, tehát hogy biztos, hogy sok mindent elcsesztem én, amikor 15-16 évesek voltak, de hát talán majd, hogyha majd ezt így visszatekintve nézzük, akkor az lesz az egésznek a mérlege, hogy azért van nagyon nem. Akkor most már 20 évesek? 19 és 20. És hogyha úgy érzed, hogy elcsesztél valamit a lányoddal szemben, beszéltél vele erről? Hát igen, nem biztos, hogy pont akkor, amikor kellett volna. De igen, hát én vagy legalábbis próbálkozom ezzel. Így, hogy... Ne haragudj erre, hogy hibáztam abban, hogy... Hát egyébként igen, ilyen is volt. Inkább tehát nem tudod, hogy kezdjél hozzá, hogy ott van, fekszik az ágyán, 15 éves, tudod, hogy mindenféle bajai vannak, de hogy most mi az, amikor belépsz az ő intim terébe, mi az, amikor nem. Van-e időt, kedved velem beszélgetni? Én ezt így szoktam. Aha. Hát igen, igen. Szóval, ahogy mondjam, nem vagyok tökéletes szülő, ezt tudom, de azért abban is bízom, hogy nem rontottam el túl sok mindent. Tudsz élni az itt és mostban? Hát igyekszem. Azt mondom, hogy többnyire. Gondolatok elvisznek? Nem mindig. Nem mindig. Szóval kifejezetten ki tudok kapcsolni. És nem csinálok érte semmit, ami biztos fura. Tehát, hogy a barátnőm mindig kérdezgeti, jó, de most mire gondolsz, amikor azt mondtad, hogy semmire? És akkor tényleg nem gondoltam semmire. Ami biztos nem így van, de hogy én ki tudok kapcsolni. Tehát nekem, és tudom, hogy más ebben irgalmatlan melót tesz, hogy meditáljon meg, kikapcsoljon meg, nem tudom én micsoda, én mint a tévé kikapcsol. Tehát képes, hogy semmire gondolni. Ezt ismerem, már régóta én is képes vagyok. De tényleg sem, tehát szégyen, mert semmit se tettem érte, mert tudom, hogy másoknak ebbe iszonyú melója van. Képesek. Vannak ilyen emberek, akik képesek kikapcsolni, és abban a pillanatban nem gondolni semmire sem.
Szóval, tényleg hány éves vagy? Bocs. 49. 49. 56-ban vagyok. Tehát szeretnéd megmutatni a múltban bekövetkezett dolgokat a mai korban élő embereknek. Semmilyen személyeset nem teszel bele, mert hát végül is ez egy, hogy is mondjam, tárgyhű közlés. Dehogy nem. Hát minden, ugye egy tökéletes életrajz az olyan lenne, hogyha annyi ideig történne elmondani, mint amennyi ideig az illető élt. Minden, ami ennél rövidebb, az az életrajz közlőjének a szerkesztése. És azt emeli ki belőle, amit ő fontosnak tart. Úgyhogy persze ebben benne, ugyanúgy benne vagyok én is. Hát egy komoly tudományos történész is benne van, amikor elmond egy tudományos életrajzot. Nem még én, aki rövid történeteket mesélek el. Persze, hogy azt mesélem el, ami nekem fontos. Ami nem azt jelenti, hogy saját magamat mesélem, de hogy mi fontos nekem, az nyilvánvaló. Általában egy sztoriban neked mi a fontos? Mi hát a sztoria válogatja. A döntés például fontos, hogy különböző emberek hogyan döntöttek bizonyos pillanatokban, és hogy mennyiben döntöttek máshogy, mint a többség, jól döntöttek-e, van-e. Azokat a történeteket például nagyon szeretem, amikor kiderül, hogy egy nagyon beszorított történelmi vagy magánszituációban is mindig van mozgástér a jóra. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy hát a politika, a világ, a nem tudom micsoda miatt így kellett döntenem. Mert 1944-ben is volt, aki megmentette a gyerekeket. És ez például egy fontos tapasztalat nekem, meg ezeket az ilyen történeteket szeretem elmesélni. És ez azt jelenti valószínűleg, hogy ez egyéb okok miatt is fontos számomra. Én is ma volt egy ilyen szitu, nem mentettem meg igazából senkit sem, hanem én mindig, amikor állok a dugóban, pont a Blahánál, vagy hol voltam, és akkor vannak a kéregetők. És tűző napon kéregetni az autók mellett, az én azt egy nagyon kemény munkának gondolom, mert szívja a kipufogógázokat, stb. És én mindig adok. És jött egy ilyen kb. 50 és 60 év körüli pasi, lehet, hogy iszik, nem tudom, küllemre talán, de ennek ellenére nem az én tisztem, hogy döntsek, bíró legyek felette. Ő kért, és hogyha nekem ott van kéznél, mit tudom én, 100-200 forint, akkor odaadom neki. És akkor végignéztem, hogy valójában szinte senki nem ad. Vagy lehet, hogy akkor előttem az a 4-5 autóból senki nem adott. De én azt gondolom, a jóra való cselekvés lehetőség az állandóan ott van. Ha észrevesszük. Igen, hát persze, nehéz észrevenni. De hogy nehéz? Hát, de szerintem nehéz, mert különben egész életedben másokat folyamatosan segíteni kéne, és frusztrálna, hogy nem tudnál de mindenkit, de várjá, észre lehet várjá, venni. De várjál, a segítőként... Tehát ugyanarról beszélünk. Igen, de a segítőként én azt már rég elfogadtam, hogy nem fogok nagyon sok emberhez eljutni személyesen. Menem. De hát eljutottam online, eljutottam a könyvek által, előadások által, akik lehet, hogy bizonyos dolgokra rájöttek, lehet, hogy elkezdtek változtatni, lehet, hogy másként nevelték a gyerekeket. Tehát egy csomó olyan info van körülöttem, amiről soha nem fogok megtudni, de ebből a szempontból ez nem fontos. Nekem sokkal fontosabb az a tudat és az az érzés, hogy nekem, hogyha én rájöttem egy infóra, én ezt szerettem volna megosztani másokkal. Ez egy jóra való ajánlás. Nem buzdítás, csak ajánlás. Mert hát a szövegek értelmezésre te is tudod, hogy ez milyen. Rengeteg ember elolvassa, és teljesen másként értelmezi azt, amit lát. Nekem ez az a bajom, és ez, hogy mondjam, ez egy gyakori bajom, hogy honnan, hol végződik az ajánlás, és hol kezdődik a kérkedés azzal, hogy te segítettél. Én ajánlatokat tettem. Hát igen, csak hogy ez kívülre hogy történik. Tehát gyakran van ez így velem is, és
És néha meg azt gondolom, hogy most hogy jövök én ahhoz, hogy másoknak a nem dicsekedjek, hanem mutassam ezt. Várjál, hogyha kérnek, mert tudod, hogyha belegondolsz abban, hogy amikor kiteszed a könyveidet, akkor te nem tukmálod a könyveidet másokra. Valaki úgy dönt, hogy ezt megveszi. Igen. Ez egy döntés, nem? Ha elkezdi olvasni, és ott van egy olyan mondat, amit te kihangsúlyozol, hogy fontos azokon segíteni, akik elesettek, most csak mondtam egy mondatot, akkor ezt a mondatot a másik vagy meghallja, vagy nem. Így persze, és csinálom is, csak néha azt gondolom, hogy nagyon keskeny a mesdje ott, hogy te saját magadat, nem tudom milyenre jössz, a kasaroljad azzal, hogy te milyen jó fej vagy. De ez nem kasarolás. Hát igen, és úgy is gondolom rólad, hogy nálad sem az, csak kívülről úgy látszhat, és akkor mindig elképzelem kívülről, most azt látják, hogy én itt jó fejkedek, de persze lássa. Hát igen, jó fejkedjél. Igen, de azért többnyire azért nem szoktam ezért elmondani, hogyha mit tudom én valakin segítek, mert de akkor... Miért? Akkor, ha megkér mondjuk egy szervezet, hogy a gyűjtenek, vagy nem tudom én, akkor persze, mert ott azt kérik tőlem, hogy álljak ki, és mutassam, hogy, vagy mondjam másoknak is, hogy segítsenek rajtuk. De egyébként de az egy felkért igen, dolog. Igen, de egyébként de, hogyha meg... hogyha is spontán csinálsz valamit, és azt elmondod... Nekem azt, tehát, hogy én mindig azt érzem, hogy most... Én úgy, de például én úgy vagyok a kéregetőkkel, hogy, ami nem biztos, hogy a helyes út, hogy van 5-6 ember, akinek mindig szoktam adni, és vannak, akiknek meg nem, és akkor néha végig gondolom, hogy miért nem adtam neki. Miért nem? Hát múltkor volt egy ilyen ráismerésem, és aztán el is szégyeltem magam. Túl jól öltözött volt. És ugye én azzal vagyok kifizetve, mint hogy mondjam, aki ad neki valamit, hogy akkor őt a szerencsétlen sorsában megsegítem, és valószínűleg nem tartottam elég szerencsétlennek. Úgyhogy utána erre is figyeltem már. De tudod, az volt, hogy kért udvariasan, de úgy olyan hétköznapian fölöltözött normál ember volt, és így intettem, hogy menjen tovább, és utána úgy elszégyeltem magam, és gondolkodtam, hogy most miért csináltam ezt, mikor ezt nem szoktam, és aztán rájöttem, hogy azért, mert nem volt elég szerencsétlen. De a szerencsétlen az valójában, hogyha szerencsétlennek adsz, akkor megsajnálod? Hát tudod, ez egy ilyen paternalista gesztus, hogy azzal vagy kifizetve, hogy jót tettél valakivel, aki egyébként szerencsétlen. És a kérdés, hogy ezt el lehet-e kerülni? Hogy van-e olyan, aki teljesen önzetlenül segít ilyenkor? Nem tudom. De közben arra rájöttem, hogy igen, és akkor egy kicsit jó érzés, persze, és valószínűleg az ember egóját ez simogatja. De hát akkor meg ez van. Régebben én ítélkeztem, mert amikor fiatal orvos voltam, és alkoholistákkal dolgoztam, akkor akik ittak, akkor én nem adtam. De rájöttem arra, hogy ki vagyok én ahhoz, hogy ítélkezzek. És innentől kezdve, hogyha olyan szituba vagyok, és van aprom, mindig adok. És nem nézem azt, hogy valójában hogy van felöltözve, vagy nincs felöltözve, stb. Hát persze én is megpróbálom így, csak tudom, hogy valami, tehát mindenkinek nem adsz, és valami alapján eldöntött, hogy jó, miért. Az a, mondjuk nem vagyok mindig Budapesten, mert vidéken élek, és hetente egyszer vagy kétszer jövök fel Pestre, általában nem ülök dugóba. De ennek ellenére nem is gondolkodtam azon, hogy jó ez nekem, vagy nem jó. Ő kért, volt lehetőségem, adtam. És hát valójában az információ... Biztos, hogy neked is van valami motivációt, amikor adsz. Hát nem, az ember nem egy jósággép, hogy... Én nem mondanám ezt jósággépnek. Megtehetem, 100-200 forintban nem fogok belerokkani, meg lehet, hogy hozzáteszi a másik 100-200 forinthoz. Persze, hogy így van. Vesz kenyeret, vagy vesz piát, vagy teljesen mindegy, és akkor ezáltal lesz egy jó érzés. Hát igen, de azt gondolom, hogy én sem vagyok önzetlen, szeretnék csak az lenni ilyen helyzetekben. Biztos, hogy van az embernek valami motivációja, de hát akkor meg legyen. Tehát, hogy szerintem ez mellékes. Mellékes, bizony. De visszatérve a jó tanácsra. A jó tanács az valójában akkor működik, amikor valaki azt kéri. Egyébként az erőszak. Igen. Ebben nagyon egyetértünk. Tehát valójában az fontos megfigyelni, hogy kérik-e. Mert hogyha te mondod, mert
amikor fiatalkoromban találkoztam bizonyos vallásterjesztőivel, akik nagyon erőszakosan, nagyon remenősen kommunikáltak, és ez nekem mindig taszított. Majd egy idő után észrevettem, hogy én is ugyanolyan lettem. Mert egy időben mindenkit meg akartam váltani, akivel találkoztam, és láttam bizonyos gesztusokat, jeleket, és akkor rájöttem, hogy épp olyan erőszakos vagyok, mint azok az emberek, akik velem voltak erőszakosak, és ilyenkor rájöttem, hogy mit jelent hallgatni arany, és beszélni akkor, amikor megkérdeznek. De amikor megkérdeznek, akkor ami a csövön kifér. Addig meg semmi. Kikapcsolom az agyamat. Hát én is általában akkor adok tanácsot, ha kérdeznek, de mondjuk nem, nincs mögötte ilyen tudatos dolog. Nem akarom, nem szeretek ráterhelődni másokra. Tényleg miért jöttél el ma? Hát, mert hívtatok, és gondoltam, hogy egy érdekes beszélgetés lesz. Alakul. Van kérdésed tőlem? Hogy mi kell egy jó döntéshez? Érzés. Csak? Csak. Semmi más. De a érzésből lehet rosszul dönteni. Nem baj. Az élet része. Mind az érme, amit feldobsz. Fej vagy írás. Nem a fej vagy az írás a lényeg. Hanem, hogy feldobtad. Hát igen, ez egy ilyen taoista bölcsesség, de közben meg egy konkrét helyzetben meg egy csomó minden múlik a döntéseden. És akkor, akkor nem, hát legalább feldobtam az érmét. Azért az... Mennyel, feldobtam az érmét, leesik, fájdalom és kudarc. És akkor mi van? Semmi. Mész tovább. Ha elszúrtad, átadtál valakinek, bocsánatot kérhetsz. Korrigálhatod a cselekvésedet. Mert ez egy tapasztalatszerzés. De hogyha én azért mondom, hogy azt érzem, hogy, és megcsinálom, ez azért fontos, mert nekem az érzés, hogy hiteles maradjak önmagam szemében, ez fontos. Hogy hiteles maradjak, ezt nem tudom, ezt érezhetem. A tudás nekem ebből a szempontból ez egy racionális gondolatsor, nekem kevés. A szenvedély, a tűzzel élni, ez nekem érzések. Tehát lehetséges azért, mert én Délvidékről jöttem, ott szocializálódtam, és ott az érzések kifejezése az egy teljesen másik módon történik. Annak idején nagyon meglepődtem, hogy itt Magyarországon élő emberek mennyire zárkózottak, merevek, és mennyire nem mutatják ki az érzéseiket. Sem verbális, vagy nehezen mutatják ki verbálisan és nonverbális eszközökkel. Én is ilyen vagyok, ezt én tudom. Tehát, hogy még én még magyar szinten is kevésbé mutatom ki. Hát, én jól érzem magam Svédországban. Ami nem azt jelenti, hogy kevésbé intenzíven éreznék, de és az a fura, hogy ezek olyan habitus vagy magatartásbeli dolgok, amit egyébként sehonnan se láttam. Nekem a családom az ilyen mediterrán típusú érzelmi életet élt mindig, de valahogy én lettem az, aki nem. Nem hiányzik? Néha igen, meg szeretek ilyen környezetben lenni, tehát, hogy de úgy szemlélni. De benne lenni? Nehezen ölelek meg így hirtelen, tudom én, megörülök egy beszélgetésbe valakinek, és megölelni valakit, az nekem nagyon ritka. De szeretem, hogy vannak emberek, akikben vannak ilyen... Például találkozol valakivel, és szevasz, és átöleled. Olyan van, persze. Csak... A gyerekeidet magadhoz rántod. Igen, hát nálunk például úgy van, hogy az egyik lányom az hozzám hasonló, tehát hogy
a nagyon ritka pillanatok, vagy nagy érzelmek kellenek ahhoz, hogy ölelgessük egymást. A kicsivel ott neki sokkal inkább van rá szüksége. Tehát ez szerintem alkat is, nem? Tehát az ember lehet, hogy családon belül is van délvidék. De ezt lehet tanítani. Ja, persze, ebben rossz vagyok, és tehát úgy mondjam, az ember igyekszik, de rossz vagyok ebben. És azt tudom, hogy ez... Nem tudom, hogy mennyire vetted észre, hogy amikor aránylag komfortos az, amiről beszélsz, akkor egyes szem első szemét használsz. Amikor kevésbé komfortos, akkor kitekintesz az ember szóhasználata mögé. Észrevetted? Ez ezt mindenki csinálja. Én nem. Jó, hát biztos nem, de ez egy nyilvánvaló, hogy ez így működik. Miért működik így? Hát ez az a menekülés szimbolikája. Biztos, de hát most érted, az embernek a látod, most is, legbensőbb érzéseiről. Miért nem mondod így? Nekem a legbensőbb érzéseim. Mert most szándékosan általános arányba fogalmazok, de. Tehát egy tévéstúdióban vagyunk. De hát... Ez így fontos. Van. Fontos. Hát persze, hogy ugye, nem fontos, azért nem fontos, mert tudod, én úgy vagyok, ezt megnézheti 0 ember, megnézheti 5000 ember. Igen, de igen. Nem de... ez a lényeg. Igen, de most az zavar, hogy azt mondom, hogy az ember. Engem nem. Hát akkor meg. Lehet, hogy másokat zavarni fog. Lehet, hogy a gyerekeidet zavarni fogja. De nem fogják mondani. De ezt fogják eltanulni. Mm. Nem tudom, hogy ez baj-e, hogy hát a nyelv az ad ilyen kapaszkodókat, és inkább adjon, mint nem. Legyek én saját kapaszkodóm. Hát a nyelv az én vagyok. Hát akkor meg. Nekem nem kellene kapaszkodók. Éjek szívvel, lélekkel, amíg tudok. Jó, de hogyha a saját érzelmeimről amúgy nehezebben beszélek, de ezzel az eszközzel, hogy általános arányban fogalmazok, mégiscsak tudok, akkor szerintem ez egy elég jó eszköz. Lehet így is értelmezni ezt, vagy lehet úgy is értelmezni? Na, az vágyfülűnek kell lenni valójában, hogy ezeket a finomságokat észrevett. Na jó. Tehát, miért kérdezted pont ezt tőlem, hogy mi a jó döntés? Engem ez érdekel, ez sokat foglalkoztat. Uh-huh. Például, amikor én vidékre lehúztam, nagyon sokáig kerestem azt a helyet, ahol jól érzem magam. És ezt Eger és környékén megtaláltam. És emlékszem arra a pillanatra, amikor ez kialakult, egyszer Gyöngyösről mentem a régi hármason, és ott volt, hogy Egri borvidék, és érdő voltam az autóba, és felkeltottam, hogy hazaértem. Jó érzés. Egyszerűen elöntött egy jó érzés. És tudtam, hogy jó döntés. Tehát ezért én azt gondolom, hogy ha én azt érzem, én csinálom. Tehát nekem egy érzés szükséges ahhoz, hogy döntést hozzak, és én nem szoktam matekozni. Nem érdekel. Hát én szoktam a tekintetben, hogy másnak jó-e. Hmm. Én tudom azt, hogy ha nekem jó, és én azzal nem ártok magamnak, és odafigyelek, hogy ezzel a másiknak se ártsak, akkor nem csak nekem lesz jó, hanem a másiknak is. Ez nem ilyen narcisztikus önfelmentés? Miért önfelmentés? Hát, hogy nekem legyen jó, akkor biztos másnak is. Nem ezt mondtam. Nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy ha én ezzel nem ártok magamnak, akkor a másiknak sem. Tehát, mert a kisugárzással gyilkolunk. Vagy nem. Akinek hite van, az nem gyilkol, az ajánlatot tesz. Hogy lehet ezt így nem így gondolom. A hit az fontos, de... Na látod, mit csináltál? Észrevetted? Elkezdtél racionalizálni. Nem így gondolom. Én meg az érzésekről beszélek. Hát igen, csak az érzés nem ment föl a rossz döntésekről, szerintem. De én elfogadom, amit mondasz. De az érzés az szubjektív. Hogyha valaki azt mondja, hogy engemet ez zavar, például, akkor én nem kezdem el racionálisan megmagyarázni, de miért zavar? Hiszen ez egy triviális dolog, egy egyszerű, minek fosol ettől, hát ez megoldható. Nem. Az érzés... a szubjektív. És én azt tiszteletbe tartom.
Igen, ez jól hangzik, csak közben, amikor az ember meghoz egy döntést, akkor mégiscsak vannak racionális végig gondolni valók. Hát, figyelj, tudod, mi a te legdrágább kincsed? Nem tudom. Na, mégis. Neked mi a legfontosabb, legdrágább? Hát biztos az életem, nem tudom. Nem a biztos ezt, az életem, ez most... Engem mindig lebénít, amikor én Guinness gondolkodás, hogy mondjak egyet. Hát mondja több. Hát ki van? Életem, családom, szabadság. Nekem meg az időm. Az élet és az idő az ugyanaz. Nekem nem. Nekem igen. Az időm, hogy mire használom. És hogyan használom. Hát ezt hívják életnek. Te hívd így. De hogy bátor vagyok szívből élni, ami persze együtt jár egy racionális megfontolással, de nem az a fontos. Mert tudom azt is használni, ha szükséges. De szívből és szenvedéllyel élni nekem fontos, mert én nem volt tudok egy, másként élni. Mondok egy példát erre, és ez egy kicsit vissza is kapcsol az előző, ez most volt egy kisebb vitám az egyik lányommal. Erdélyben oda ment hozzá egy koldus, és nagyon zaklató volt, és erőszakos, milyen a Balkánon ez szokott lenni, és el is zavarta durván, hogy menjen onnan. És akkor mondta neki, hogy ezt jól tette, hogy elzavarta, de talán nem ilyen hangon kellett volna. Mondta, hogy miért nem, hát ő így jött ide. És akkor gondolkodtam, hogy igaza van-e vagy sem, és nem tudom eldönteni egyébként, mert odajött egy fiatal nőhöz, és ott elkezdett erőszakoskodni. Én meg azt gondoltam, hogy de hát ez egy szerencsétlen. Na, és... figyelj ide, az erőszak, aki kardot használ, az kardáltan vészel. Tehát mivel a lányodat ez zavarta, küldj el a picsába. Ha nincs ezzel igen, semmi gond. Én gondolkodtam. Én nem gondolkodom. Én azonnal azt mondtam volna a lányomnak, hogy igazad van, mert nem volt tisztelettudó, nem kért, hanem követelt. Jól tetted, hogy elküldted a picsába. Ennyi, és mentem volna tovább. Igen, hát utána én is beláttam, hogy ebben igazam, csak én nekem meg az volt a fejemben, hogy mit tudom én, hogy ez az ember honnan jön, mit ért át. És akkor mi van? Hát nem válthatsz meg mindenki. Nem megváltani és akartam, nem csak is... hogy nyilván elfordulok tőle én is, meg nem állok vele szóba, hogyha erőszakos, de hogy nem küldöm el a francba. De lehet, hogy ez kell. Erőszakos volt a lányodhoz. Igen, igen. A lányod csak egy tüköreffektust tolt rá. Semmi mást. Amilyen a fogadj Isten, olyan az adjon Isten, van a szólásmondásunkban. Semmi más nem történt. Tükör. Lányod tükör. Gyors, úgy látszik, nagyon gyors érzelmi szempontból. Igen, ez kétségtelen. Ebből a szempontból fejlettebb, mint te. Biztos. Tehát, hogy igen, nekem ez mindig otthon, hogy az én reakcióm másokra hogy hatnak, azzal én bántom-e, és csomó helyzetben ez felesleges. De tudod, mi az érdekes? Lehet, hogy olyan pasikat fog választani, mint te vagy. Ezt nem tudom. Nem. Tudod, egy lánynak az első hitelesnek látszó férfi, mint eljön mindig az apja. És az apja meg okoskodik. Néha. Vagy gyakran. Hát ezt majd te eldöntöd. Szóval, van még más kérdésed tőlem? Nem, ez a döntés, ez egy jó téma. Azt hogy érted most? Hát szerintem egy fontos dolgokról beszélgettünk a döntések kapcsán. Így van. Tehát nekem érzelmi szempontból dönteni, nekem az igazi. Vagy érzem, vagy nem érzem. És utána nekem a többi az azért nem fontos, mert vállalom mind a két oldalt. Azt is vállalom, hogyha jó lesz. Azt is vállalom, hogyha fájdalmas lesz. Nekem így kerek az életem. Hát igen, csak ezzel nem azt, csak azt vállalod, hogy neked lesz jó, meg rossz, vagy fájdalmas, hanem másnak is. Másnak hogyan?
aztán értem. Mert valójában nézzük az erőt. Az erő az nem akkor következik be, amikor ott vannak a fájdalmas megmérettetések, hogy akkor mit csinálsz? Mert könnyű jóban, jó helyzetben jónak mutatkozni. Az igazi erőt az mutatja meg, hogyha fájdalmas konfliktusok elé keveredsz. Hogy akkor van-e benned tartás, erő, hogy megéld azt úgy, ahogy a helyzet hozza. Igen, igen, ez például egy szinten én konfliktuskerülő vagyok, ezt én tudom magamról. De amikor igazán nagy konfliktus van, akkor nem. Csak nem szeretem ezeket feleslegesen maximalizálni, meg belemenni, és csomó helyzetben nem megyek bele, amiben talán bele kéne. Szeretem a konfliktust elkerülni. De tudod, mit ezt én már elfogadtam magamban? Nem érzem jól magam. Van, aki jól érzi magát a konfliktusban, én meg nem. Azt mennyire fogadtad el, hogy valójában az zárkozottság az azért alakul ki, azért leszünk konfliktuskerülőek, mert az egyik személyiségvonásunkat nem oldottuk meg egy adott szituban. Ezt már összekapcsoltad? Nem, de mire gondolsz? A gyávaságra. Nem tudom. Nyilván az ember nem gondol úgy magára, hogy gyáva, és... Adott szituban gyáva. Igen, hát a konfliktus tudod, kerülés persze. Átölelni, beleállni konfliktusba, megkérdezni. Az átölelés az nem, hát nem egy ilyen gyávaság beleállás kérdése, de sok esetben igen, sok esetben nem megyek bele konfliktusokba, mert jó, nem szeretek benne lenni, és persze ez lehet, hogy gyávaság, és könnyebb lenne rögtön túlesni dolgokon. Igen. Lehet, hogy ezért érdekel téged a döntés. Lehet, persze. Mert aki nem oldotta meg... nehéz veszekedni, és ez összefügg ezzel. Aki nem oldotta meg a gyávaságát, azt mindig érdekli a döntés. Hogy miért dönt valaki úgy, ahogy dönt. Igen, de... nagyon-nagyon, hogy mondjam, szembe akarnék nézni magammal, akkor sem mondanám magamra azt, hogy gyáva vagyok. Van sok hibám, de ezt nem érzem. Megkérdezheted a gyerekeidet is, a lányodat. Ő szerintem el fogja mondani. Ha azt érzi, el fogja mondani. De az csak egy érzés lesz. Te meg vagy elfogadod, vagy nem. Az már te dolgod lesz. Nórak, hölgyek, eddig tartott a beszélgetés a kedves író úrral, izgalmas volt, jó volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Vigyázzanak magukra, szép estét, minden jót.